Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Azt hittétek, nem fogok beszélni róla. Hát van némi Antem gameplay anyagom, hát akkor ma én is arról beszélek. Ez egész világ arról beszél, hogy jön az Antem 2.0. Úristen, kiraktak egy olyan blogbejegyzést, hogy igen, jönni fog az Antem 2.0, hogy mikor soha sem fog kiderülni. Na ugye én megmondtam. Ezt, ezt muszáj volt elmondani. Ugye? Én megmondtam. Nos, persze, hogy jön az antem 2.0 az Isten szerelmére ez a játék valójában sikeres volt, U eladásokat tekintve sikeres volt és mind azon emberkék videósok, játékosok, akik uh, megmaradtak a játéknál és egy kicsit mélyebbre hatoltak azok, uh, azok látották, hogy ebben a játékban nagyon-nagyon sok potencia van és a core gameplay Elem az nagyon-nagyon jó ebben a játékban, és erős fogunk beszélni, de szeretném, ha leírnátok a komment szekcióban, hogyha már jön az, a, az új Antem, akkor te mit szeretnél látni az új Antemben, és mi az, amitől megszabadulnál az új, az új Antemben, és mi az, amit a régiből átvinnél az új Antemben. Na most semmiféle dátumot nem kaptunk, csak annyit, hogy jön. Nem tudjuk, hogy Isten igazából hányan dolgoznak rajta, hányan nem dolgoznak rajta, de, de várható volt, és örülök, hogy a BioWare-nél, úgy döntöttek, hogy nem fogják hagyni ezt a játékot. Hát tekintve, hogy mennyi eladás lett ebbe a játékban, és hogy me mikrotranszakcióból mennyi folyt be, azt hiszem, nagyon hülyék lennének, hogyha elhagynák ezt a játékot. Viszont ami aggasztó az az, hogy, hogy nincs egy idő intervallumunk, csak hogy jön, és addig, ameddig ez jönni fog, ez a Antem 2.0 a féleség, addig ezt az Antemet fogjuk nézni, és ezt az Antemet fogjuk játszani újra meg újra, ugyanezekkel az eventekkel. Szóval erre készüljetek fel, hogyha antemestek, Azok, akik most megvennék az antemet, ha le van olcsózva, vegyétek meg 200 órányi szórakozást fogtok kapni ettől a játéktól, és akár mit csinálnak vele a jövőben, az mindenképp jobb lesz, mint amit most csinálnak vele a jövőben. Na most beszélgessünk valamiről, amiről amit én nagyon-nagyon-nagyon nem szeretnék, hogyha eltűnne az Antem 2.0-ból, mert most ebben az Antemben, ebben a jelenlegi állapotában és még az előző rosszabb állapotában is hihetetlenül élveztem. És az pedig a csapatban való, csapatban való munka eh, élvezete, és ez a kombo rendszer megoldás az, hogy minden mindennel összhangba tud kerülni, hogyha a játékosok úgy döntenek, és ugye kifejlesztették ezeket a Grandmaster 1, 2 és 3 uh, rendszert, ami, amit azóta persze kicsit könnyebbé tettek, mert persze nagy volt a sírás. Uh, na, azt viszont sajnálom benne, hogy könnyebbé tették a Grandmaster 3-ot, mert úgy vettem észre, és nekem is, hogy a Grandmaster 3 az az úgy ultimate kihívás volt, igen uncsi volt, de nehéz volt megölni az enemiket, a képességek összhangjával működött jól. A mostani Antemben a régi Grandmaster 3 tökéletesen helytállna nehézségi eh, szinten. Sokszor a játékosok így is félnek bemenni a Grandmaster 3, mint valami nagy volna. És ez a kombó rendszer, amit az Antem kifejlesztett, ezt nagyon-nagyon szeretném a régi, vagyis az új antemben is benne meglátni. Talán egy kicsit erősebb fegyverek, de nem muszáj. A képességeknek is ez a kombó amit kifejlesztettek, ez egyszerűen fantasztikus, és uh, ez az, ami azt a kor velejét adja az antennak, amitől jó érzés vele játszani, és amikor játszol vele, azt mondod, hogy ez a játék fosz, miért nem értem, mi baj van az embereknek ezzel a játékkal. E aztán idővel persze rájössz, de, de amíg játszol ezt a kor gép, ezt a kombó hogy tudsz szólóban kombozni, és csapatban kombozni, hogy összeműködnek az elemek, amit a Javelinek tudnak csinálni, és, és, és így tudsz egy masszív sebzést kiadni, ez... Ez jó ebben a játékban, és ezt nagyon-nagyon muszáj megőrizniük, hogyha ezt nem őrzik meg, én, én nem, én nem, én nem, akkor fogom azt érezni, hogy az a 60 font, amit kiadtam ezért a játékért, az, az, az kirepült az ablakon. Ezt nem szabad az Antemnak elhagynia. Mit sokan azt mondják, hogy amit ígérnek a fejlesztők, na most, legyünk tisztában, ebben a bla, blogpostban semmit nem ígértek semmit nem ígértek, semmit nem mondtak, hogy ez így lesz, vagy úgy lesz, vagy valami lesz. Azt mondták, hogy igen, hallottuk a feedbacket, szeretnétek jobb loot rendszert, szeretnétek jobb endgame-et, szeretnétek több tartalmat, és e felé fognak uh, irányítani. Állítólag, mivel ugye felvalószolva a csapat Dragon Age 4-re, illetve majd az új Mass Effect-re, igen, uh, állítólag kevesen dolgoznak ezen a játékon, pontosan nem tudjuk, hogy tényleg így van-e, vagy nem így van, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy egy ha belátható időn belül hozzák ezt az új Antem 2.0-t, akkor azt hiszem mindenki nagyon boldog lesz, kivéve kettő darab játékot, és ez a Destiny 2 és a Warframe. Na most, ezen a ponton a Destiny 2 és a Warframe, na meg az Antem is, de lényegében felújítják, szóval ez most... Marad a kontextusból. A Destiny 2 és a Warframe semmi más, csak egy hatalmas grind szimulátor, és az én szemembe a játék élvezhetősége szempontjából a Destiny 2. Ő, az némileg vezet, és csak és csak azért, mert vannak benne raidek, amik igen endgame felé tolják a játékot, és igen élvezeti faktort annak azok számára, akik némi kihívást keresnek egy játékban. A játék fantasztikus vizuálisan, egy nagyon-nagyon mély és jó lore története van, hogyha a destiny, a destiny kerül a sor, és egy élvezetes, könnyed játék menete van, és azoknak, akik egy kicsit mélyebben belemerülnek, rájönnek, hogy Mitől? Akkor a Grind Festival a Destiny 2 is. A Warframe ezzel ellentétben, a Warframe endgame-je jelen pillanatban az arra szól, hogy minden gyűjtjél össze és nézel ki jól, miközben ezt csinálod, és nincs benne endgame, és nincs kihívás. Jelen pillanatban, hogy őszinte legyek, az Antemben több endgame van, mint a Warframe-ben. Uff, kivontam, ki Szóval az Anten 2.0 potenciálisan hatalmas veszélyforrás a Warframe és a Destiny 2-re nézve, és hogyha ez végre jól sül el, hogyha negyed annyira megközelíti, amit a trélerekben láttunk régen, akkor az Antem odaverheti ezen két játékot, mert a core gameplay elem az a, az az apró kis szikra, ami ezt a kombózást adja az antemben, az az apró kis szikra, ami a Grandmaster 3-ban rejlő potenciát hozza, és ezzel kiegészülve egy komplexebb és jobb lore történetet, egy, egy jobb, hogy is mondjam, dungeonöket kitalálva, jobb játékmódokat kitalálva, netán néhány ötletet ellopva a két konkurens játéktól, az Antemnek jobb a horse rendszere. Élvezetesebb, nem jobb, mert azért a Warframe horse rendszerét nem sok minden veri, hogy őszinte legyek. Tehát élvezetesebb, valahogy jobban ö, kihozza az emberből a sikerélményt, mint például a Destiny, vagy a Warframe-ben egy modulás, vagy egy destiny a, a, ruhádnak az adottságai és a képességet kombinációi, blablabla. Bla, bla és az antenben nagyobb sikerélmény ez a, ez a mechanika, amit kitaláltak rá. És hiszem, hogy ez, ez az apró egy kis dolog az egész játékot jobbá teheti. Még maga a grind is az antenben élvezetessé tud válni, hogyha van egy jó harcrendszer, ami mögé bújik. A probléma, hogy ott volt az Antenne-mel, hogy hiába grindoltál. Hiába volt jobb cuccod, nem tudtad kihasználni, hiába szereztél nyersanyagot, nem volt mibe beletenni, nem volt mit legyártani, nem volt mit, nem voltak armorok, -ok, nincsenek armorok, -ok, nincs több javelin, uh, nem tudsz így csinálni a nyersanyagoddal, a fegyverek hasznavehetetlenek voltak, és a loot rendszer hihetetlenül nem volt kielégítő, miután végigvittél egy nagyon sikeres, mondjuk Grandmaster 3-as dungeon ahol végig kombosztad magad és a csapatodat, mert hogy előzőekben kiszámoltátok, hogy ennyi damage, így damage, úgy damage, és végigmentetek na no, sikerrel rajta, és kaptatok egy nagy purple rain-t, vagyis ugye szarlótat magyarul, úgyhogy ja, ez, ez lenne baj uh, a, az, az antemmel, és így mert most már 300-300 órán, talán lassan annyi van, annyi van benne. Nem sok, hogyha egy MMORPG-vel uh, időben gondolkodunk. Hogy egy MMORPG idő idejében gondolkodunk. 300 óra, nem sok, de ennyit tud nyújtani a játék KB. Most már csak azért lépek fel, hogy kielvezzem ezt a kombózásnak, ezt az élményét. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak tudni összehozni ez, erről a, ezzel a játékkal kapcsolatban. Úgyhogy, ja, és, és a legviccesebb az, hogy a média úristen elkezdett ezen lovagolni, jön az Antem 2.0, úgyhogy ha a BioWare, most, most ezt nem üti nyélbe, akkor ú, szét fogják szedni ezt a céget, szét fogják szedni ezt a játékot, és az ilyének úgy kell tevetni a BioWare-t, mint hogyha sosem létezett volna, és még a régebbi játékaik, a játékaiktól is így kitörlik, hogy nem, BioWare nem létezett, szóval az egész világ szeme a BioWare van, és nem a Dragon Age miatt, és nem az új Mass Effect miatt, mert tudjuk, hogy az új Dragon Age az tiszta bug lesz, és azért is fognak kapni egy hatalmas pofont és kiosztást majd, hogy mekkora szar lesz az új Dragon Age, és, és hogyha netán az antem fail lesz, az Anthem 2.0, akkor a BioWare lehúzta a Az biztos. Az egyszer biztos nagyon sokan akarják, hogy ez a játék sikeres legyen, és nagyon sokan akarják, hogy ez a játék elbukjon. Pontosan, és nem azért, mert ugye a BioWare rossz azért szeretnék, hogy ez tripla A kategóriás játék elbukjon, hogy ugye Végig lovagolják rajta ezen a híren, és az olyan nagy cégek, mint az Activision vagy az EA, ebben az esetben Ubisoft, egy kicsit megérezzék azt, amikor a gémerek nem akarják megvenni a játékukat. És sajnos az Antem ennek áldozata lehet, végülis félig-meddig már áldozata lett ennek ennek, a, ennek az egész uh, cancel culture nek a, ami, a, ami van. De az Antem megérdemelte. Sajnos ezt kell hogy megérdemelte, mert nem az lett, amit, amit ígértek, amit, amit mi gamerek is szerettünk volna, amit láttunk ebben a játékban. Sajnos nem az lett. Reméljük, hogy a 2.0-nek kicsit jobb lesz. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok!